cardiovascular disease is the leading, unfortunately, type of death here in Hungary. Magyarországon minden második magyar állampolgárnak kardiovaszkuláris betegség okozza a halálát, ezért a Novartis Hungária Kft. Helyi önkormányzatokkal együttműködve az ország több pontján, így Fehérváron is szűrőprogramokat indított. Felhívva ezzel a figyelmet ezen betegségek fontosságára és kockázatára. Az önkormányzattal kötött együttműködésnek köszönhetően mostantól már speciális, kifejezetten a szív- és érrendszeri betegségek szűrésére alkalmas vizsgálatokon is részt vehetnek a városrészi szűrőnapokra érkezők, illetve ahol szükséges, ingyenes kardiológiai tanácsadást is kapnak a páciensek. Új, innovatív módokat szeretnénk kínálni arra, hogy segítsünk a pácienseknek megérteni az egyes laborértékeiket a kardiovaszkuláris betegségekkel kapcsolatban. Mik lehetnek ezek? Például az úgynevezett LDL, vagyis a rossz koleszterin érték. Ez az az érték, amit a legkönnyebben lehet jó irányba befolyásolni, helyre billenteni okos döntésekkel. De ilyen még a triglicerid és a lipoprotein A is. Ezek nagyon fontos értékek, és ezáltal hogy a szűrést követően kardiológussal is beszélhetnek a páciensek, okosabb döntéseket tudnak hozni, jobban tudják irányítani a későbbiekben saját egészségüket. A városban 2011 óta rendszeresek az önkormányzat által szervezett városrészi szűrővizsgálatok, melyek nem egy rendelőben vagy kórházban, hanem időről időre Fehérvár egyes közösségi tereiben történnek. A mostani együttműködéssel ezen szűrések még magasabb fokra tudnak lépni. Szakmai tudást, eszközöket, szakembereket hoznak ebbe az együttműködésbe, és ezért ez most központi része az idei szűrővizsgálatoknak, és ez nyilván így lesz mostantól kezdve a következő esztendők során is. Ugye mi a célunk? Az a célunk, hogy minél több embert rávegyünk, hogy ne akkor forduljon orvoshoz, amikor már baj van, hanem próbáljuk megelőzni a bajt, vagy legalábbis jóval korábban felfedezni annak jeleit. A több mint egy évtizede működő városi programnak töretlen sikere van, erről már Östör Anna Mária beszélt, aki hozzátette, egy-egy ilyen városrészi szűrésen a Nyitott Tornatermek program sorozat keretében biztosított ingyenes sportfoglalkozásokról is tájékoztatást kapnak az érdeklődők. Nagyon szeretik az öreghegyiek, mindig keresik, már kérdezik, hogy mikor van, tehát egyfajta egészséges szemléletet igyekszünk az öreghegyen is meghonosítani. Egyrészt ezzel a szűrővizsgálattal, másrészt a nyitott tornatermekkel, amit mindenki ingyenesen vehet igénybe a Kossuth iskolában. A szombati öreghegyi egészségnapon a szív- és érrendszeri szűrések mellett bokakarindex meghatározást, bőrgyógyászati szűrést, csontsűrűség, vércukorszint és koleszterin szintmérést is végeztek. A vizsgálatokon túl pedig állapotfelmérés és dietetikai tanácsadás is várta az érkezőket.